Háborúskodás helyett értelmes vitákat címmel tartott sajtótájékoztatót pénteken délelőtt Molnár Miklós a Proszavári Egyesület ügyvezető alelnöke. Az Egyesület tévévitát kezdeményez a polgármester jelöltek részvételével. Molnár Miklós kiemelte, hogy az embereknek joguk van megismerniük a jelöltek elképzeléseit. Hétfőn délután négy órára várják a Pannonia étterembe azoknak a polgármester jelölteknek a képviselőit, akik részt kívánnak venni a vitában. A sajtótájékoztatón részt vett Kocka Tibor független polgármester jelölt is, aki elmondta, hogy kész bármikor és bárkivel vitázni a város jelenlegi helyzetéről és jövőjéről, mivel az értelmes viták vihetik előre a várost.